Judit, akár csak én és Antar Balázs kapcsolódik ahhoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei prózaírói hagyományhoz, amely legalább Móricz Zsigmondtól redeztethető. A dokumentumirodalom, beleértve a naplókat, önéletrajzokat is, nagyon fontos szerepet tölt be a magyar irodalomtörténetben, és gondoljuk csak az erdélyi emlékirat írókra, Apor Péter, Cserei Mihály, Árva, Betlen Kata feljegyzéseire, hiszen a korabeli Erdélyt ezekből jóval mélyebben lehet megismerni, a mindennapokat, az öltözködéseket, a szokásokat, az emberek gondolkodását, mint egyes már stilizáltabb szépirodalmi művekből, ha egyáltalán léteztek ilyenek. Juditra is jellemző a történelmi múltba való visszatérés, ezen kívül pedig egy visszatérő téma nála a magyarországi németekkel való foglalkozás, és az főleg a felvidéki németek egy részének a bemutatása. És én is írtam egy Németországban játszódó regényt, Inspektor Szindbára címe. Ebben is tárgyalom részben a menekültek, a német menekültek kérdését, nem olyan részletesen, mint Judit, de ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont. Én nagyon emlékszem rá, amikor a legelső regénye 2012-ben megjelent, a Megtagadva. Utána találkoztam talán az Indexen egy olyan kritikával, hogy na hát ez nem mond el semmi újat a háborúról, hogy na hát az oroszok nőket erőszakoltak, meg na hát, hogy ezen most mit csodálkozni valóban. És emlékszem, hogy nagyon fölzaklatott ez a kritika. Nagyon fontos az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének is van egy olyan írója, aki mindezekért az értékekért és érdekekért felszólal. Ez egy szakrális tevékenység, amit a Judit csinál. Tehát azt, hogy elbeszélni a sorsát azoknak, akik már nem tudják, mert borzalmas tragédiák közepette elvették tőlük az életüket, ez egy társadalomban nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Nagyon büszkék vagyunk Juditra. A levéltáros szakma az egy inkább magába zárkózó szakma volt eddig, nem igazán mutatkozott meg, de az ő íráskészsége, a stílusa, a habitusa, a kutatásai, azok új irányt mutatnak mindenki számára, hiszen nem csak a forrásokat kell forgatni és hinni annak, ami az iratban van, hanem az oral history, főképpen a 20. századi történetírásban rendkívül fontos, és ebben ő módszertanilag is újat tudott mutatni nekünk. A Szépírók Társaságának tagja vagyok, és a társaságunk 3-4 évvel ezelőtt elhatározta, hogy úgymond a fővároscentrikusságot oldandó vidéken is hozunk létre olyan csoportokat, szépírókköröket, amelyek tömörítik a helyi alkotókat, illetve lehetőséget nyújtanak nekik, hogy mutassák meg magukat a lakóhelyükön a közönségnek. És akkor elkezdődött a szépíró, úgynevezett szépírókörök szervezése, amely során mi létrehoztuk a Szabolcsi Szépírókört. Nagyon szépen el is indultunk, megalakultunk, a Bencsvillában egy szép felolvasó estet tartottunk. Ennek a Szabolcsi Szépírókörnek nem csak a Szépírók Társasága tagjai, hanem a barátaink, alkotótársaink is. Sajnos azonban közben jött a koronavírus, és a megtervezett programokat, de olyanokat, amelyeknek már a meghívója is megvolt, az időpont a következő rendezvénynek keresztül húzta a járvány. A koronavírus alatt tartottunk egy online szépírókört, az is nagyon jól sikerült egyébként, meg kell mondjam. Én bízom benne, hogy ez a Szabolcsi Szépírókör lesz az, amely hosszú távon tömörít bennünket, és fórumot is teremt számunkra, hogy megmutatkozhassunk, illetve ismerhessenek bennünket jobban a helyi nyíregyházi, vagy akár megyebeli közönség. Az írás mellett én fontosnak tartom, de úgy is fogalmazhatok, hogy szükségét érzem annak,
hogy megmutatkozzunk kapcsolatban, élő kapcsolatban legyünk az olvasóinkkal. Volt egy kezdeményezésem, a Művészasztal, ez egy felolvasó színházi S-sorozat volt, és ekkor is, mikor ezt megálmodtam, ez vezérelt. A Művészasztal 3 évadot élt meg, és a fő irány, vagy a fő elgondolásom az volt, hogy kapcsoljuk össze az irodalmat a társművészetekkel, a színművészettel, a zenével, olykor előfordult, hogy a táncművészettel is. És főképpen még az is vezérelt, hogy fővároscentrikus országunkban az irodalom színe javát, hogy így fogalmazzak, hozzuk el idézőjelesen a végekre. És ha 3 évad alatt olyan alkotók voltak, szerepeltek itt Nyíregyházán, mint Dragomán György, Grecsó Krisztián, Hályi János, Tompa Andrea, Boldizsár Ildikó, Vida Gábor, és folytathatnánk a sort. És az ő műveiket vittük színre, a Móri Zsigmond Színház színművészeivel adtuk elő, dramatizáltuk, illetve beszélgetést folytattunk velük. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy emlékezetes volt és nagy sikert aratott. 100 fős közönségünk is volt több alkalommal. Nyíregyházinak vallom magam, és orvosinak. Orosmamány Nyíregyháza része, 1978-ban a városhoz csatolták, ez egy nagy község Nyíregyháza mellett. Mert hogy Nyíregyházán születtem a kórházban, de egyébként orvoson nőttem fel. Édesapám családja, tehát a nagyszüleim szintén orvosiak, 8-10 hold földön gazdálkodtak. A nagyapám többet volt a fronton a háború alatt, mint otthon. A nagyanyám 3 gyereket szült, a harmadik, a legkisebb pedig éppen a front alatt, amikor bejöttek az oroszok, akkor volt ő gyermekágyas. Édesapám akkor 9 éves volt a háború alatt. A háború végén ugye ők gazdálkodtak, a Rákosi korszakban kulákonak számítottak, úgyhogy átélték a padlásseprést és beszolgáltatást, ami akkor ellehetetlenítette a földből élőket. Abban a korszakban, amikor én iskolás voltam, akkor származás szerint kategorizáltak bennünket. A legjobb származás a munkásszármazás volt, és úgy szépen lefelé haladva volt az utolsó, az egyéb. Ez volt a legrosszabb. Ide tartoztam én, mint akinek egyéni gazdálkodó a apukája. Én egyedüli gyerek vagyok, úgyhogy hát én voltam a minden, és én gyerekkoromban arany édesapának szólítottam apukámat. Nem lehetett testvérem. Második alkalommal édesanyám méhen kívüli terhes volt, és majdnem belehalt, úgyhogy ez így alakult. Az édesanyám szintén 1935-ben született, tehát a háború alatt 9 éves volt. Mi nagyon szegények voltunk. A szószoros értelmében kell érteni ezt a szegénységet. Nálunk sokáig nem volt tévénk, egyszerűen azért, mert nem volt rá pénz. És mi rengeteget jártunk könyvtárba. A mamám, édesanyám. És én. A orvoson a Kállai kúriában volt a könyvtár, és onnan kölcsönöztük a könyveket. Édesanyám 2007-ben haldoklott. Ültem az ágya mellett, és volt, amikor azt mondta, hogy ott vannak a katonák a sarokba, zavart ki őket. 9 éves volt a háború alatt. És hogy ültem az ágya mellett, eljött az idő, amikor már nem tudott beszélni. És akkor megfogalmazul bennem egy fájó hiányérzet, hogy nem kérdeztem, ő nem beszélt róla, amikor fiatal volt, hogy hogyan éltek akkor, miket élt át. És akkor fogtam magam, mikor eljöttem tőle, a hospice-ban volt, és ott is halt meg végül. Mikor eljöttem tőle, fogtam magam, és elmentem a nagynénémhez, aki Átellenben Oroson lakik, és megkértem, hogy meséljen nekem azokról az időkről. Nagyjából ők egyidősek voltak édesanyámmal, amikor fiatalok voltak. Kibújt belőlem a levéltáros, mert egy diktafont is vittem magammal, és rögzítettem, amit beszélgettünk. Nagyon érdekes volt. És ő
azt mondta, hogy mondjuk azokról az időkről vagy történésekről sokkal többet tud Bözsike néni, Mariska néni, a másik utcában laktak, nagyon idős személyek voltak. Volt, ahol együtt mentünk el a nagynénémmel. És én akkor elkezdtem járni ezekhez a nagyon idős emberekhez, akiket én gyerekkorom óta ismertem. A legfiatalabb 70 pár éves volt, a legidősebb pedig 100 éves. És ők megnyíltak, és beszéltek nekem. Talán azért, mert ők szintén gyerekkorom óta ismertek engem, de tényleg kézről kézre adtak. Minden szándék nélkül, tehát olyan szándék nélkül készítettem én ezeket az életút interjúkat, mondhatom, hogy regényt írjak belőle, meg sem fogalmazódott bennem. Valami hajtott, és ami onnan gyökerezett, hogy édesanyámat már nem tudtam kérdezni, ő nem tudott nekem mesélni, és valami hajtott, hogy rögzítsem azokat az emlékeket, mielőtt elmennek, mint ahogy az én édesanyám is elment. És ezek az interjúzások több mint 2 éven át tartottak. Olyan titkokat árultak el, hogy amelyekről nem beszéltek. Az első időben azért nem beszéltek, mert hogy nem volt tanácsos, hiszen a háború után a szovjet tömtagja lett Magyarország, és hát a megszálló, zabráló nőket erőszakoló orosz katonákból hős felszabadítók lettek. Utána pedig a rendszerváltás, amikor kimentek az oroszok, már úgy érezték, hogy nincs kinek elmondani, kit érdekel ez. Nos, amikor ilyen történeteket hallottam, amelyet megosztottak velem, akkor mit kezdjen azzal az ember? És azt is tudtam, hogy nagyon idősek. És valóban megtörtént, hogy például Zajáczy Bözsike néni olyan titkot árult el nekem, amiről nem beszélt soha senkinek, és az interjúzás után egy évvel meghalt. Nem azzal a szándékkal készültek ezek az interjúk, hogy valamikor is regényt írok belőle, de pár év múlva az interjúzáshoz képest az orosi temetőben az úgynevezett hősök sírját, amely minden faluban van, vagy majd minden településen Magyarországon, elkezdték lebontani, és akkor én utána jártam annak, hogy hát miért. És az orosi temetőben az úgynevezett hősök sírját felszámolták, és akkor én már tudtam, hogy orvoson hogyan temették a halottakat a front elvonulása után, hogy a civileket rendelték ki, hogy szedjék össze, és mivel orvoson 10 napig állt a front, 2-szer jöttek be az oroszok, ezért ezek a halottak azonosíthatatlanok voltak, azt sem tudták, így mesélték nekem az interjú alanyaim, hogy most éppen román, orosz, német vagy magyar katona ez, nagyon sok halottat kifosztottak, leszedték róluk a csizmát, a ruhát, és ők válogatás nélkül egy tömegsírba temették őket. Na most ezt a úgynevezett hősök sírját elkezdték felszámolni, és tájékoztattak a temetkezési vállalatnál, mert én nagy felbuzdulásomban rákérdeztem, hogy ugyan miért, hogy ebben a sírban gyakorlatilag már nincs senki, mert exhumálták a halottakat 2000-ben, és Budaörsre a német-magyar katonai temetőbe elvittek mindenkit. De a kezdeményezésünkre, mert mellém állt az Orosért Közéleti Egyesület és a református tiszteletes, elértük azt, hogy az orosi temetőben állítottak arra a sírhelyre, ahol ők ott nyugodtak 2000-ig, ezek a katonák, állítottak egy emlékművet. Amikor ennek az emlékműnek az avatása volt, ennek apropóján én írtam egy szép irodalmi szöveget. Egy fiktív személy szájába adtam, aki elmondja azt, hogy hogyan temettünk. 1944-ben ő lett Somjói Anna, és hogy most áll ez az emlékmű, de azok a halottak hová lettek, akik itt nyugodtak 44-től 2000-ig. És ez egy novella lett, és én ezt elküldtem a Holminak. Ahol azt hitték, hogy én egy visszaemlékező vagyok, és 2 nagyon jó kritikát kapott ez az írás, milyen kíméletlenül, és őszintén mondom el azt, hogy mi történt. Amely
szárnyakat adott, hogy folytassam, és nem csak a temetést mondjam el, mondassam el Somlyói Annával, hanem minden mást, amit a második világháború alatt a hétköznapi emberek, az olyan kis emberek, mint amilyen én vagyok, éltek át, mert pont akkor éltek. És így akkor megszületett a első bombázásoktól kezdve egymás után jöttek ezek az epizódok, és ez volt az egyébként, amire felfigyelt Király Levente, a Magvető szerkesztője, és azt mondta, hogy ha az egész, a regény egésze olyan, akkor a Magvető kiadná. Így kezdődött. És ezt követően 2012. szeptemberében megszületett életem első regénye, Megtagadva, ez lett a címe. A fogadtatása megdöbbentő volt pozitív értelemben számomra, és a rengeteg visszajelzést és nagyon pozitív kritikát is annak tudom be, annak a nagyfokú érintettségnek, amely jellemző, hiszen Magyarországon nincs olyan család, aki valamilyen formában ne lett volna az. A második, harmadik generáció, mi is, az őseink, a nagyszüleink nemzedékében mindannyian találunk olyat, aki érintett ebben a kollektív tragédiában. Ennek a regénynek nagyon sok felé volt bemutatója, de hát a legfőbb helyszín először a legelső Budapesten, és a második, de szintén első számomra Oroson. Azért volt ez a bemutató különleges, mert ezen a bemutatón volt, aki a megszólalóim, az interjú alanyaim között jelen volt. Sajnos olyan is, aki időközben meghalt. De ezen a bemutatón többen is. Például ott volt Reszkó Veronka néni, ott volt Új Mariska néni, akik annyi információt adtak át nekem, és olyanokat mondtak el, amelyet soha nem ismerhetsz meg történelemkönyvekből vagy levéltári forrásokból sem. És igaz, hogy Somlyói Anna a főszereplő, de ott vannak benne ők, ami velük történt. A mai napig, ha visszagondolok erre a bemutatóra, egyszerűen meghatódom ettől. Ahó! Szia. Kicsit párhuzamos a mi életünk, megtaláltuk a nagy szerelmet, a levéltárat, de volt lehetőségünk arra is, hogy a másik nagy szerelem, a tanítás is benne maradt az életünkben, hiszen mind a ketten lehettünk óraadók a főiskolán. Aztán együtt kezdtük el a doktori képzést, együtt kezdtük el a kutatást, és egymás segítve haladtunk benne, hiszen egy szobába is kerültünk hamarosan, mikor én visszajöttem Gyesről, akkor már Judit itt volt nálunk. Nekem két pályám van, ha úgy tetszik. Az egyik levéltáros voltam 20 évig. 5 évet Sátoraljaújhelyen töltöttem, 15 évet pedig Nyíregyházán a megyei levéltárban. És úgy alakult az élet, hogy kiléptem a levéltárból. És amikor befejeztem, akkor elgondolkodtam, hogy ez egy zsákutca volt, 20 év az életemből. Nagyon szép volt, nem egy szimpla munkahelynek tekintettem, szenvedélyesen szerettem a múltat kutatni, dolgozni a múlttal. És hát dehogy is, a forrásokból tanultam meg, hogy hogyan kell kutatni. A levéltárban fogalmazódott bennem meg az a kérdés, vagy kételkedés, hogy megismerhető-e egyáltalán a múltunk? Van-e, létezik-e objektív múltismeret, és mi a történelem? Egy raktárnak a végében alakítottak ki számunkra, kerítettek le, inkább így mondanám, egy kis helyet, és itt volt a mi irodánk két asztallal és egy szekrénnyel, és itt dolgozhattunk teljes csendben és teljes nyugalomban,
És nagyon jó volt, mert Juditnak már nagy gyakorlata volt, hiszen ő Újhelyben már kutatói gyakorlatot szerzett, és ahogy tudott mesélni az újhelyi levéltárról és az ott lévő iratokról, és amilyen elképzelései voltak a levéltáros munkáról, tehát nem csak az, hogy lapozgatjuk az iratokat, és megcsináljuk a jegyzéket, meg kivisszük a kutatónak, hanem történetet kell írni, hogy azt el kell mondani, hogy azt el kell adni, hogy azt meg kell ismertetni mással, ez rendkívül inspiráló volt, úgy gondolom, mindannyiunk számára. A Megtagadva regényemben egyszer sem szerepel, hogy orosz vagy nyíregyháza, tehát a helyszín, szándékosan. Azért írtam így meg, mert bárhol történhetett volna Magyarországon. Mindenütt így játszódott le a II. Világháború. De hát azért, akik itt élnek a mi környékünkön, azok tűpontosan látják, tudják és felismerik, hogy éppen most Nyíregyházáról van szó, vagy orosznak melyik részéről van szó. A következő regény, vagy regények sora pedig úgy született meg, hogy amikor elmondtam a Megtagadvában a háborúban átélteket, akkor még nagyon sok minden volt, amit az interjú során megosztottak velem, és az egész 20. század rémségei. És még volt mondanivalóm, például a kisebbségi sors, a férjem családja, tőzsgyökeres felvidéki. Lőcse, Kassa, Kézsmák a mai napon él egy Anna nénink Poprádon. És ők bizony mindent elszenvedtek, amit a Benes dekrétumok következtében a magyar és a német kisebbség elszenvedni volt kénytelen. Vagyonelkobzás, jogfosztás, börtön, kitelepítés és így tovább. Olyan történeteket hallottam a családban, amelyel megint az merült fel, hogy mit kezdjek vele. A legvadabb írói fantázia nem képes kitalálni ilyen történeteket. És az a kényszer, jó értelembe vett kényszer, hogy írjam meg, hogy akkor mondjuk el, valamilyen formában maradjon nyoma annak, hiszen olyan fehér foltok tárultak fel az interjúzás során előttem, amely már az előbb említettem azt, hogy levéltárosként a forrásokban, a történelemkönyvekben nem találkozol velük. Kibeszéletlen, eltemetett, elhallgatott, kollektívnek is mondható tragédiák és traumák. Úgyhogy nekifogtam a következő regénynek, amely megint nagymértékben támaszkodott az orál historira, azaz a interjúzásra, a megélt személyes történelemre, és ebből született meg a felvidéki magyar kisebbség megpróbáltatásait, sorsát mutatta be ez a regény. Lili Hartmannak hívnak. Születtem 1927. november 1-én. Anyám Hilda Wolf, apám Daniel Hartmann ügyvéd. Lakunk a Bástya utca 32-ben. Azon kívül, hogy német vagyok, nem követtem el semmit. Mégis borzongok, és olyan hangosan dobog a szívem, hogy hallani vélem. Lám-lám, Herr Hartmann. Mivé lesznek a régi urak? A várparancsnok köszönéseit ezzel fogad, amire a papa egykedvűen válaszolja, hogy az élet már csak ilyen forgandó. A mama még mindig fogja a kezem, nagymama nővéremet Pollit karolja, de a parancsnokot csak a papa érdekli. Miután személyes adatait bejegyzi egy kopott, kékborítójú vastag füzetbe, a német pártról és a német házról faggatja. Csupa olyasmit kérdez, amit a gyerekek is tudnak Kézsmákon. Majd azt vitatja, hol tartózkodik a pártelnök és az alelnök, amiről Daniel Hartmannnak fogalma sincs. A parancsnoknak egyre pirosabb a feje, de uralkodik magán, és a kihallgatás végén megjátszott nyájassággal fordul felé. Most pedig megmutatjuk, hogy a maga fajtájának hol a helye. Azzal kiadja a parancsot a milicistáknak, hogy vigyék. Nekünk pedig Fokhegyről odaveti, hogy elmehetünk. A papa olyan gyorsan tűnik el, hogy még elköszönni sem érkezünk tőle. Nagymama sír, Polly sóhajtozik, a mama pár pillanatig tanácstalanul toporog, aztán határozottan azt mondja, és direkt németül mondja, hogy indulás. Amikor megírtam az elszakítvát, akkor
akkor az egyszer nagyon tudtam, hogy mi lesz a következő, ez pedig a német felvidéki, szepességi kisebbség sorsa, tragédiája, ez a szülőföldről való elűzést jelenti, mert a németek és magyarok sorsa ugyanaz volt a Benes dekrétumok következtében, jogfosztás, mert hogy ők a bűnösök a szlovák köztársaság szétveréséért, és ebből született meg a hazátlanok. Megjelent németül is. Németországban, Berlinben és Stuttgartban volt könyvbemutatója. Egy gondolat erejéig az is felmerült bennem, hogy egy kötetben szerepeljenek a felvidéki magyar és német kisebbség, de ez túl nagy téma volt, szétfeszítette volna egy regény kereteit. A sorsuk egy és ugyanaz volt, kollektív bűnösök a háborúért. A német kisebbséget egy az egybe elűzték, de nem csak Szlovákiából vagy a felvidékről, hanem Kelet-Közép-Európa összes országából, Magyarországról is több mint 200 ezer németet telepítettek ki. Deportáltak, ez deportálás volt. Összesen pedig több mint 12 millió németet a háború után a békében, csak azért, mert németeknek születtek, a csecsemőktől az aggastyántokig. Az ő előzésüket és deportálásukat pedig megelőzte, hogy a regényem témájánál maradva, Szlovákiában is a volt zsidó koncentrációs táborokban raboskodtak 1946-ig, szó szerint raboskodtak, számuk volt szöges drót mögött, fegyveres őrséggel, mielőtt Németországban marhavagonokba deportálták őket. Ez is egy olyan fehér folt, amely nincs benne a köztudatban, és én nagyon fontosnak tartottam mindig, minden regényemnél, és tartom a mai napig, hogy azokat a helyszíneket bejárjam, és feltérképezzem, mint egy időutazásként, ahol játszódik a regényem. Egyrészt nagyon jó, szerencsés vagyok, nagyon jó segítőim voltak ebben, például Kézsmárkon, a hazátlanok és az elszakítva regény helyszíne is. Kézsmárkon az az Anna nénink, aki most 91 éves, de ő végigvitt Kézsmákon, végig kalauzolt, nem csak beszélt az életéről, és megmutatta, melyik volt az az utca, amelyet Hitler stresszének neveztek abban a korszakban. Megmutatta, hogy hol volt az a gimnázium, ahol a német tanulók, ő is evangélikus német gimnáziumba járt. Bejártam olyan helyszíneket is, Szlovákiában mindent, kerestem Nyitra Novákon, a nováki volt koncentrációs tábor nyomát a Prérin, és nem találtam meg. Elmentem Csehországba, Olmützbe, Brünnbe, kerestem a németek nyomát. Elmentem Németországba, Dachauba, mert hogy a háború után a volt zsidó koncentrációs táborokat újra nyitották, és ezek a hazájukból elűzött németek 1964-ig éltek Dachauban, menekült táborként funkcionált. Kerestem a németek nyomát. Rosenheimba, a regényben Blumenstadt, egy fiktív város lett, de Rosenheimba, Reichenhallba. A megtagadva regényemhez visszakanyarodva, kerestem a lezuhant repülőnyomát Szászkútban, orosz határában van. Elmentem a budaörsi német-magyar katonai temetőbe, és kerestem az oda exhumált halottakat. Tehát igyekszem a leglehetetlenebb, mondjam így, helyszíneket is megtalálni, feltérképezni, és mintegy beleélni magam, amennyire csak lehetséges. A domb túloldalán kijelölték a sírhelyet. Több mint 200 embernek nagyon nagy kellett, rémült asszonyok és trottyöregek sosem ásták volna ki. Most ennyi célből 8 férfit hoztak. Muszáj volt jönniük és ásniuk, agyonlövéssel fenyegették őket. Éjfél lett, mire elkészült a gödör. Egy irdatlan hosszú, nem túl mély árok. A keresztútnál várakozókra fegyvert szegeztek. Az asszonyok sírtak. A gyerekek nem tudták miért, de ők is sírtak. Első csoport. Az egészen kisgyerekek ölben a nagyobbak anyjuk kezét fogták. Felugadtak a gépfegyverek. Öregek, fiatalok, egész családok jöttek sorban egymás után 15-ösével. Sírás, könyörgés, halálsikoly. A sírások lábuknál fogva húzták és görgették a holttesteket a gödörbe. Második, harmadik, ötödik, tizedik csoport.
Egy sor, két sor, test a testre, géppisztoly sorozat, mert a sírban nyöszölgés hallatszott. Újabb csoport. Gyerekek, kezüket összekulcsolva rimánkodtak. Megkímélhetnénk legalább őket. Gyenge szívűek vagytok! Minden német bűnös! Elhallgattak a géppisztolyok, mert kifogyott belőlük a lőszer. Elő a kézi fegyvereket. Tarkólövés. Maga Pazúr is beállt segíteni. A gyerekeik fölött zokogó asszonyokat lőtte főbe. Egy sor, két sor, test a testre. Hajnali két óra is csend. A gödör nem volt túl mély. Hamar betemették. Itt-ott még mozgott a föld. De elfogyott a lőszer. Szeretném leszögezni, hogy a regényeim fiktívek. A szereplői fiktívek. Egy-egy kivételtől eltekintve. Ami történik bennük, az viszont a valóságban is megtörtént, és úgy történt valakivel, akivel interjút készítettem, akinek a memoárját olvastam, személyesen nem, de a memoárját olvastam, rengeteg memoárirodalmat olvastam a regényeimhez. És ilyen értelemben igen, rá lehet ismerni egy-egy epizód erejéig egy-egy szereplőmre. Az Alexi, Gotthard, Lihi, Henel, Lux, Fischer, Krauss, Hütler família. Egy gyerek, két gyerek. Eddigi tudomásunk szerint 74 gyerek. Elég, elég, nem bírom hallgatni, nem akarom hallgatni. Minek a lista? Kinek a lista? Rajtunk kívül ki tudja, hol van Pserov és ki az a Pazúr? És hányan vannak, akiknek Dobsináról nem a jégbarlang jut az eszébe? A lista kell. Régi szokás szerint Totenfestkor a mi asszonyunk templomban felolvassuk a nevüket. Mindenkiét, akiét tudjuk. Felolvassuk, leírjuk, közé tesszük. Meg kell bocsátani. De ennyi halottat hogyan lehet megbocsátani? A hazátlanok is, az elszakítva is, ugye a múltról szól, ami már megtörtént. De ez a múlt nem múlt a mi számunkra, hiszen a család egy ága, egy része a mai napig ott él a felvidéken. Kassán, Lőcsén, Anna nénénk Poprádon, mi a mai napig rendszerességgel visszajárunk. A lőcsei evangélikus temetőben van eltemetve a férjem. Ők apja, Kovács Viktor, rendszeresen elmegyünk a lőcsei evangélikus temetőbe. Lőcsére családi találkozókat szervezünk, hazajárunk. Nagyon erősek ezek a gyökerek, amelyek kötnek minket, és én bízom, hogy a gyerekeinket is ugyanígy kötni fogják ahhoz a vidékhez.